Ti tudtátok, hogy Emma Thompson, angol színésznő, gyermekkönyveket is ír? Mielőtt bemutatnám a hazánkban is nemrég megjelent legújabb könyvét, először is néhány szót Emma Thompsonról. Az idősebbeknek talán a Junior című vígjátékból, a fiatalabbaknak pedig a Harry Potter filmekből, vagy a Nanny McPhee, a Varázsdada című alkotásból lehet ismerős a színésznő. Persze ezek mellett még számos filmben is szerepelt. Emma Thompson 1959. április 15-én született Londonban. Egy kétszeres Oscar és Golden Globe díjas brit színésznőről van szó, aki a filmezés mellett forgatókönyveket is ír, társadalmi kérdések kapcsán aktivistaként tevékenykedik, komikusi vénával is rendelkezik, s most, mint írót mutatnám be. Emma Thompson ma Nagy-Britannia egyik legismertebb színésznőjeként van számon tartva. Utóbbi éveiben az irodalom felé fordult, s néhány műve megjelent magyar fordításban is. Emellett forgatókönyvek írásával is foglalkozik. Ő írta többek között a Múlt karácsony és a Nanny McPhee két epizódjának forgatókönyvét is. Legutóbb Emma Thompson egy karácsonyi történetet adott ki, amely idén a Pagony kiadó jóvoltából magyar fordításban is megjelent. A könyv címe Jim káprázatos karácsonya. A kemény táblás és igazán ünnepi hangulatot árasztó gyermekkönyv egy csodálatos történetet mesél el. A rajzokat a német származású, de már hosszú évek óta Londonban élő Axel Scheffler készítette, aki ma már neves grafikusnak számít. Gyermekbarát, letisztult, rajzfilmszerű figuráival lenyűgöző világot tudott teremteni Emma Thompson meséjéből. A Jim káprázatos karácsonya igazi ünnepi ajándék az olvasóknak, így a szeretet ünnepe előtt. A történet Jimről, egy múzeumi kutyáról szól, aki naponta sétál körbe gazdájával, a múzeum igazgatóval, és leveleket szállít ide-oda, munka után pedig olvasgat. Sajnos egyre rosszabbul lát. Egy nap, nem sokkal karácsony előtt, Sir Henry feltalálja a nyomtatott, előre megírt karácsonyi üdvözlőlapot. Jimmel küld belőle Victoria királynőnek, aki el van bűvölve a laptól és Jimtől is. Jim pedig a palotában talál valamit, amiről nem is remélte, hogy létezik. Egy fél szemüveget. A mese egy ízig-vérig angol történet, amelyet Axel Scheffler humoros és bűbájos rajzai tesznek szebbé. Mellesleg, ha feltesszük a kérdést, hogy honnan is ered Emma Thompson írói vénája, a választ a színésznő édesapja munkásságában kell keresnünk. Eric Norman Thompson ugyanis a hazánkban is népszerű, a Bűvös körhinta címet viselő bábfilm írója és narrátora volt a 60-as és a 70-es években. Jim káprázatos karácsonyát minden olvasónak meleg szívvel ajánlom. Emma Thompsonban még sosem csalódtunk, és biztos vagyok benne, hogy ezután sem fogunk. Reméljük, hogy még sok történetet ír nekünk, s hogy színészi játékával továbbra is le fog nyűgözni bennünket. Sziasztok!